Ismét lomtalanítás szervez a térségi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében március 1-én kezdődik a szervezett hulladékgyűjtés. A települések tisztántartása érdekében néhány szabály azonban ilyenkor is érinti a lakosságot. Papír, műanyag, üveg. A szelektív hulladékgyűjtés fogalma nem ismeretlen Magyarországon. Ezt segítik hulladékgyűjtő szigetek, a házhoz menő gyűjtés és a hulladékudvar is. A különböző gyűjtőedények segítségével a hulladék fajtáitól függően szelektíven tárolható a háztartásokban. Ezentúl évente pár alkalommal hulladékgyűjtő akciókat is szerveznek a településeken, ekkor térítésmentesen lehet leadni akár veszélyes hulladékot is. A háztartásokban azonban számos olyan eszköz felhalmozódik, amely egy idő után szemétté válik, viszont nem tehetnek be a szabványos gyűjtőedényekbe. Ezeket lomtalanítás során viszi el a térségi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. A megyében. A település tisztasága érdekében ennek a gyűjtésnek is vannak szabályai. A legközelebbi lomtalanítás március 1-én csütörtökön kezdődik. Március 1-én, tehát holnap indul a lomtalanítás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A részletekről Ájlár Ferenc tájékoztat majd bennünket a térségi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Képviseletében hulladékgyűjtési és szállítási ágazatvezetőként. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy bejött hozzánk. Úgy is mondhatnánk, hogy már szokásaink vannak a lomtalanítást illetően, hiszen évről évre tulajdonképpen azt gondolom, lakosok várják is ezt a lehetőséget. Lehet ugye az okunk arra, hogy várjuk ezt a lehetőséget, mert olyan hulladékot, olyan lomot is kirakhatunk a személygyűjtő edények mellé, amelyet egyébként a hétköznapokban az önök munkatársai nem szállítanak el. Foglaljuk össze, hogy mi minden kerülhet ki a lomtalanítás alkalmával oda a hulladékgyűjtő edények mellé, illetve a szigetekre. Igen. Tehát a lomtalanítás az arról szól, hogy a közszolgáltatás körében alkalmazott vegyes hulladékgyűjtő edény méretét meghaladó nagydarabos lom hulladék elszállítását végezzük mi ezeken az előre meghatározott járatnapokon. Mindenképpen három részre szeretném tagolni a megyében történő lomtalanítást, amelyet ugye az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Non-Profit Kft. És a térségi hulladékgazdálkodási Non-Profit Kft. Végez. Az egyik az a Nyíregyházán végzett lomtalanítás, ez a Nyíregyháza belterületén végzett lomtalanítás, ez egy külön hétvégi napon, ez majd március 24-én, illetve 25-én fog megtörténni. Itt a tömbházas beépítettségekre tekintettel vesztük ezt egy kicsit külön, itt az előző évek gyakorlatának megfelelően lesznek kialakított központi gyűjtőhelyek, ahová az ingatlan tulajdonosok kihelyezhetik ezeket a nagy méretű darabos lomhulladékokat. Ezen kívül a Nyíregyháza és regionális vonzás körzetébe tartozó 53 településen, illetve a Nyíregyháza peremterületeinek a lomtalanítása, az a házhoz menő gyűjtéssel a hulladékszállítási naptárban, illetve a lakossági tájékoztatóknak megfelelően a gyűjtés napján azzal azonos időpontban történik a gyűjtőedény mellől elszállítás, ez most a tavaszi lomtalanítás. A kisvárdai és a nagyecseri gyűjtőkörzethez tartozó településeken, ott pedig ősszel fogjuk ugyanezt a házhoz menő rendszerrel történő lomtalanítást elvégezni. Van-e olyan hulladék típus, amit nem visznek el ilyenkor sem? Természetesen azért a lomhulladék fogalmát nem véletlenül emeltük ki, hogy ez a nagy darabos, a pincepadlás belső átalakítás során kikerülő olyan darabos lom, hogy például a szőnyeg, asztal, szék, tehát ami nem fér bele a gyűjtőerénybe, és vannak olyan hulladékok, amelyek a lomtalanítás során nincsen lehetőség elvinni, de én úgy gondolom, hogy már annyira környezettudatosan gondolkodnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosok, hogy nem is lesz erre kereslet. Ugye mindenkinek adott a szelektív hulladékgyűjtés rendszere az egész megyére vonatkoztatva. Papírműanyag hulladékgyűjtés, azt külön biztosítunk gyűjtőedényt. Zöld hulladékgyűjtés megoldott zsákos rendszerben, házhoz menő rendszerrel, gyűjtőpontos rendszerrel.
a Nyíregyházán üzemlő hulladékudvarok folyamatosan nyitva állnak, nyitvatartási időben értelemszerűen, folyamatosan rendelkezésre állnak annak érdekében, hogy a háztartásokban folyamatosan keletkező ilyen jellegű hulladékok elszállítása kerüljenek. Ezen felül például a papírműanyag és egyéb csomagolási hulladékok vonatkozásában minden évben a lomtalanítás előtt, a tavaszi lomtalanítás előtt megszervezzük a hulladéket, virágot, akciót. És én úgy gondolom, hogy ezek a előrevívő és motiváló lehetőségek biztosítása lehetőséget ad arra, hogy ne kerüljön ki az apró darabos hulladék, a veszélyes hulladék, az építési bontási hulladék, vagy éppen egy levágott zöldág, vagy egyéb zöld hulladék a lomtalanítás alkalmával, mert ugye ezeknek az elszállítására sajnos a lomtalanítás keretében nincsen lehetőségünk. Ez azért is fontos, mert az, aki nem megfelelő időben, vagy a nem megfelelő hulladékot helyezik ki az ingatlan elé közterületre, és az, annak ugye az elszállítását vagy a nem megfelelő időpont, vagy a hulladék félesége miatt nem tudjuk biztosítani, ezt saját magának kell, hogy biztosítja, mert abban az esetben, hogyha ez közterületen marad, akkor úgynevezett illegális, vagy elhagyott hulladéknak minősül, amely ugye szabálysértési eljárást vonhat maga után. Most a megyeszékhelyen élők olyan szempontból szerencsések, hogy szinte bármelyik nap adódik otthon akár veszélyes hulladék, és mindig tudják hová vinni. A megye sok településén viszont erre az ott élőknek nincsen lehetőségük. Tehát azokat a hulladékokat, amelyeket nem tudnak a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe elhelyezni, nem tudnak a vegyes hulladékkal kihelyezni, hogy ugye a hulladék elszállításkor elvigyék onnan, akkor a megyének hány olyan pontja van, ahol fogadnak mindenféle hulladékot a lakosságtól? Jelen pillanatban ugye Nyíregyházán üzemelnek a hulladékgyűjtő pontok, illetve a hulladékudvarok, ez két helyen is üzemel, a Kerék utca 1 szám alatt, illetve a Korányi Frigyes utca 3 szám alatt. Ezen felül pedig a hulladékkezelő központokban, tehát a Kisvárdán, Nagyecseden, Nyíregyházán üzemelő hulladékkezelő központokban természetesen az ott érvényben lévő szakhatósági engedélyekben meghatározott hulladékféleségek átadhatóak. Ezen kívül a jövőbeli lehetőségeinket legoptimálisabban kihasználva tervezzük egy úgynevezett mobil hulladékgyűjtő udvar és veszélyes hulladékgyűjtő, mobil veszélyes hulladékgyűjtő konténernek a beszerzését, amelyet igyekszünk minél hamarabb, még egyszer mondom, a lehetőségeink kezdetben minél hamarabb megvalósítani. Köszönöm, hogy benn volt a stúdióban, és tájékoztatott bennünket, illetve a kedves nézőket.